Szia! Természetesen, itt vagyok, hogy válaszoljak a kérdéseidre. Miben segíthetek ma neked? Kérlek, röviden, üdvözöl YouTube csatorna nézőit! Szia mindenki! Üdvözöllek a YouTube csatornánkon! Szeretném, ha bemutatnád magad, miben tudok segíteni? Maximum 3 választ adjál egyszerre. Biztosan, örömmel bemutatom magam. Asszisztens vagyok, segíthetek kérdéseid megválaszolásában, információk keresésében és különféle témákban. Tanácsadás, adhatok tippeket és tanácsokat például írásbeli munkákhoz, tanuláshoz, technológiai kérdésekhez, stb. Kreatív ötletek, ha kreatív inspirációra van szükséged. Folytasd tovább, még 3 válaszol. Természetesen, itt vannak további 3 lehetőség, amiben segíthetek. Fordítás és nyelvtanulás, segíthetek különböző nyelveken szövegek fordításában vagy nyelvtanulási tanácsokkal. Informatikai támogatás, ha technikai problémád van, adhatok útmutatást számítógépes vagy mobil eszközökkel kapcsolatos kérdésekben. Utazási tervezés, segíthetek utazási célpontok kiválasztásában, útvonaltervezésben és egyéb utazási információkban. Hogy segíthetek még? Mondd el, asszisztensként, hogyan tudok segíteni. Maximum 3 választ kérek. Természetesen, itt van 3 mód, ahogyan asszisztensként segíthetek. Információ keresés, kérdéseidre válaszolok és segítek információkat találni különböző témákban. Ötletek és tanácsok, adhatok kreatív ötleteket, tippeket és tanácsokat például írásbeli munkákhoz, projektekhez vagy mindennapi problémákhoz. Konverzáció és szórakozás, beszélgethetünk, vicces történeteket mesélhetek, és időt tölthetünk kellemes beszélgetéssel vagy szórakoztató tevékenységekkel. Kérek még 3 választ. Természetesen, itt van még 3 mód, ahogyan segíthetek. Naplózás és emlékeztetők, segíthetek naplót vezetni vagy emlékeztetőket állítani fontos eseményekre, határidőkre. Matematikai számítások, megoldhatok matematikai problémákat, számításokat és segíthetek megérteni matematikai fogalmakat. Nyelvtanulás és fordítás, segíthetek nyelvtanulásban, nyelvi fordításokban és kifejezések megértésében más nyelveken. Miben lenne még szükséged segítségre? Részletezd az információ keresést. Abban hogyan tudok segíteni? Az információ keresés terén számos módon tudok segíteni. Kutatás témákban, ha bármilyen témában információt szeretnél megtalálni, elérhető forrásokat, kutatási eredményeket vagy általános ismereteket, én segíthetek megtalálni a releváns információkat. Leírási kérdések megválaszolása, ha részletes válaszra van szükséged olyan kérdésekben, mint mi az a, hogyan működik, vagy mi a különbség, én kifejthetem a választ és összefoglalhatom az információt. Friss hírek és aktualitások, segíthetek megtalálni friss híreket, aktualitásokat vagy éppen tudományos fejleményeket a kívánt témákban. Források ellenőrzése és értékelése, képes vagyok az információ források hitelességét és megbízhatóságát is ellenőrizni, hogy csak megbízható forrásokból származó információkat kapja. Összefoglalások és rövidítések, ha hosszú cikkek vagy anyagok helyett csak egy gyors összefoglalásra van szükséged, én összefoglalhatom az információkat a lényegre szorítva. Kérdéseid vagy keresett témád alapján bármiben szívesen segítek. Részletezd, milyen kutatási témákban tudol segíteni? Természetesen, számos kutatási témában tudok segíteni információk megtalálásában, értelmezésében és összefoglalásában.
Néhány példa. Tudomány és technológia, segíthetek tudományos folyamatok, új technológiák, kutatások eredményeinek és fejleményeinek megértésében. Művészet és kultúra, információkat találhatsz nálam művészeti mozgalmakról, művészekről, kulturális eseményekről és történelmi háttérről. Történelem, számos történelmi témában segíthetek, legyen szó történelmi eseményekről, személyiségekről vagy időszakokról. Egészség és orvostudomány, információkat találhatsz egészségügyi témákban, betegségekről, egészséges életmódról és orvosi kezelésekről. Természettudományok, segíthetek biológiai, kémiai, fizikai és más természettudományos témákban is. Társadalomtudományok, kutathatsz társadalmi problémákat, politikai folyamatokat, gazdasági fejleményeket és még sok más társadalomtudományi területet. Utazás és földrajz, tervezhetsz utazásokat, információkat szerezhetsz országokról, városokról és földrajzi jellemzőkről. Nyelvtudás és kultúra, tudok segíteni nyelvek tanulásában, nyelvi kifejezések és kulturális szokások megértésében. Ezek csak néhány példa a témák közül, amiben segíthetek. Bármely más témában is álló képességeimhez mérten igyekszem segíteni. Kérlek részletezd, a nyelvtudás és kultúrát abban hogyan tudom segíteni? Nyelvtudás és kultúra terén számos módon tudok segíteni. Nyelvtanulás támogatása, adhatok tanácsokat nyelvtanuláshoz, mint például hatékony módszerek, memóriagyakorlatok és nyelvtanulási appok ajánlása. Nyelvi fordítások, segíthetek fordítani szövegeket, kifejezéseket vagy mondatokat egyik nyelvről a másikra. Nyelvi kifejezések és szókincs, bővítheted nyelvi kifejezéseidet és szókincsedet különböző témákban, így jobban megértheted és kifejezheted magad más nyelven. Kulturális szokások és etikett, megoszthatok információkat egy adott kultúráról, szokásokról, ünnepekről és társadalmi viselkedési normákról. Idiómák és szólások, elmagyarázhatok és példákkal szolgálhatok olyan nyelvi idiómákról vagy szólásokról, amelyeket egy adott nyelvben használnak. Kulturális érdekességek, megoszthatok olyan kulturális érdekességeket, történeteket és hagyományokat, amik hozzájárulnak egy adott nyelv és kultúra megértéséhez. Nyelvi gyakorlatok, adhatok gyakorlási lehetőségeket, például konverzációs párbeszédeket vagy írásbeli feladatokat, hogy fejleszd a nyelvi készségeidet. Kétnyelvűség és többnyelvűség előnyei, elmagyarázhatom a kétnyelvűség és többnyelvűség előnyeit, és segíthetek a nyelvek közötti átjárásban. Ezek csak néhány példa arra, hogy hogyan tudok segíteni a nyelvtudás és kultúra terén. Ha konkrét nyelvi kérdéseid vagy kultúrával kapcsolatos érdeklődésed van, szívesen válaszolok rájuk. Hány százalékos a nyelvi ismereted többnyelvűségben? A többnyelvűségben való nyelvismeret százalékos kifejezése általában nem szokványos, mivel a nyelvismeret sok tényezőtől függ, például attól, hogy mennyire mély és széles a nyelvtudás, mennyire gyakran használják a nyelveket, mennyire magabiztosak az adott nyelveken, stb. A többnyelvű emberek általában különböző szinteken beszélik a különböző nyelveket, és ezen nyelvek közötti átjárás lehetősége is szerepet játszik. Tehát a nyelvismeret százalékos kifejezése nem feltétlenül pontos vagy értelmes mérőszám lehet. Ha valamilyen konkrét információt vagy példát szeretnél hallani a többnyelvűségről vagy egy adott nyelv pár különböző szintjeiről, szívesen áll rendelkezésedre. Hogyan tudol nyelvi gyakorlásban segíteni? Nyelvgyakorlás során számos módon tudsz segíteni magadnak a nyelvtudás fejlesztésében. Napi gyakorlás, szánj minden nap időt a nyelvtudás fejlesztésére. Még rövid, de rendszeres gyakorlással is sokat tehetsz. Konverzáció, beszélj anyanyelvi beszélőkkel vagy más nyelvtanulókkal. Konverzáció során alkalmazhatod a nyelvet valós helyzetekben.
Írásbeli gyakorlás, írj naplót, leveleket, blogbejegyzéseket vagy részt vegyél online fórumokon a választott nyelven. Olvasás, olvas könyveket, cikkeket, híreket vagy online tartalmakat a nyelven. Ez bővíti a szókincsedet és megismertet a nyelv struktúráival. Hallgatás, hallgass nyelvi anyagokat, mint zene, podcastok vagy filmek. Ez segít a kiejtés, a beszéd folyamat és a hallott szöveg megértésének fejlesztésében. Nyelvi appok és online kurzusok, használja nyelvtanuló alkalmazásokat és online kurzusokat, melyek interaktív és változatos gyakorlati lehetőségeket kínálnak. Szótár és nyelvtani források, vegyél igénybe nyelvi szótárakat és nyelvtani anyagokat, hogy megértsd a kifejezéseket és a nyelvtani szabályokat. Nyelvi partner vagy mentor, keresd meg a nyelvi partnert vagy mentort, akivel rendszeresen gyakorolhatsz és beszélgethetsz a választott nyelven. Csoportos tanulás, vegyél részt nyelvtanfolyamokon vagy csoportos nyelvórákon, ahol aktívan részt vehetsz a beszélgetésekben és a nyelvi feladatokban. Célkitűzések és következetesség, állíts magad elé rövid és hosszú távú célkitűzéseket a nyelvtudás fejlesztésére, és tartsd magad következetesen ezekhez a célokhoz. Ezek a módszerek kombinálva hatékonyan segíthetnek fejleszteni a nyelvtudásodat és magabiztosabbá tenni a kommunikációt a választott nyelven. Kérlek, foglald össze a mai beszélgetésünket 4 mondatban, és búcsúzz el a nézőinktől. Ma a beszélgetés során különböző területeken nyújtottam segítséget, például információ keresésben, nyelvtudás fejlesztésében és kreatív ötletek megosztásában. Köszönjük, hogy minket választottatok, és bármikor itt vagyunk, hogy segítsünk további kérdéseitekben. Legyen szép napotok! Mondd el a következő videóban, levélírás fogalmazásról lesz szó. Természetesen. A következő videóban a levélírás és fogalmazás fortéjairól lesz szó. Megosztom veletek hatékony tippeket és lépéseket, hogyan írjatok meggyőző leveleket és érdekes fogalmazásokat különböző célokra, legyen az formális vagy informális. Tanácsokat adok az indulásról, struktúráról, megfelelő kifejezésekről és befejezésről is. Ne hagyjátok ki ezt a hasznos és gyakorlatias videót, amely segíthet fejleszteni íráskészségeteket. Sziasztok, találkozunk a következő videóban. Szia! Nagyszerű volt veletek beszélgetni. Találkozunk a következő videóban. Legyen szép napotok!